Tudod, hogy kívánok mindenkinek. Az az igazság, hogy lovam nincs, de nyergem már van. Hát a csíki huszároknak köszönhetően sikerült már nyerget vásároljak. Előbb-utóbb a ló is meg lesz, és a kalap is meg lesz, mert ugye kalap és oda jár a viselethez. Hát én mindenkinek egy nagyon kellemes és tartalmas napot kívánok a mai napra, hiszen egy nem hagyományos eseményen vagyunk itt, hanem egy hagyományteremtő rendezvényen. Itt a farsang vége felé, hát talán nagyon illő, és itt a mi hegyeinkhez, a mi havas tájainkhoz illő, hogy a szán, a hószán, a lovas szánnal a célpontba búcsúztassuk a farsangot. Tennap pont vásárhelyen voltam, és ott megkérdezték az újságírók, hogy a mai nap, ugye nekem is a napomban a legfontosabb esemény az Oscar-díjak átadásának a figyelése lesz, mert milyen nagy világra szóló esemény. Elmondtam, hogy nekem a mai nap a világra szóló esemény itt a farsang búcsúztató Homorolt fürdőn, úgyhogy én gratulálok a szervezőknek, és az az igazság, hogy egyre inkább egyre több arcot látok, akik kedves tekintetet, akik tényleg hisznek abban, hogy a ló és az ember közössége az megerősítésre való, és bíznak abban, hogy minél több lovasunk lesz, minél több ember a természetben a lovakon keresztül visszatalál lovakkal együtt, és bízom abban, hogy ennek meg lesz a gazdasági haszna is, tehát nem csak hobbi, hanem gazdasági haszon is lesz ebben. Érezzék jó magukat! Addig elnök úr csinál majd egy bemutatót. Elnök úr, próbált még ehhez hasonlót? Ehhez hasonlót nem, de Gyergyószem Miklóson 4 éves korom óta lehetőségem volt sízni, úgyhogy bízom benne, hogy össze fog jönni. Na, a hölgyeim és uraim, hát lehet akkor szurkolni. Azt nézzük meg, ugye van ez a nagyon szimpatikus műsor, ez a talpon maradj, vagy maradj talpon már, nem is tudom, hogy hogy van, lássuk, hogy az elnök úr akkor talpon marad, de amúgy tudjuk, hogy általában azon szokott. Tell me, was the Benjamin really that bad after all? Wake up, girls.